A piacokat elárasztó friss zöldségek és gyümölcsök megjelenésével egyre többekben születik meg az elhatározás, hogy egészségesebben fognak táplálkozni, életmódot fognak váltani. Az életmódváltásnál ott, ha valaki egészség céljából teszi ezt meg, akkor szakmaszabályai szerint érdemes tisztában lenni, hogy mit is jelent az egészség. Tehát az, hogy most lemegy onnantól kezdve heti kétszer kutyát sétáltatni, az nem az életmódváltás lesz. Az életmódváltás onnantól kezdődik, hogy hetente azt a 150 perc közepes intenzitást lemozogja, hogy az étkezésében kihagyja, csökkenti legalább a gyorsan felszívódó szénhidrátoknak a mennyiségét. Tehát nincsen olyan, hogy most én kihagyom a szénhidrátot, én most kihagyom a fehérjét, én most kihagyom a zsírokat, hanem egyben mindent fogyaszt. Azt mondják, az elhatározás már fél siker. Ha tehát megszületett a döntés, hogy már pedig életmódot váltok, már is közelebb kerültem a vágyott célhoz. Olyan programot szoktunk javasolni, ahol az orvos, a dietetikus, a mozgásterapeuta és a mentálhigiénikus együtt dolgozik, és nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy hiába mond az orvos nagy okosságokat, hiába mond a dietetikus, a mozgásterapeuta hatalmas szakmai dolgokat, a legnagyobb hatékonyságot, főleg az elején a mentálhigiénikus tudja elérni. Tehát tud segíteni átkapcsolni az illető agyában, gondolkodásában azt, hogy eddig éltem így, ezután élek úgy, hogy ez mit jelent, hogy ez nem csak divat, hanem itt igenis és oda kell figyelni. És akkor jönnek azok a nagy eredmények, amikor valaki visszajelzi cukorbetegen, hogy hú, de jó, hát eddig nem mondta senki azt, hogy itt közepes intenzitás a 150 perc, mindenki csak azt mondta, hogy gyalogoljak, és most elkezdtem ennek megfelelően mozogni, és megindult a cukrom lefelé. Vagy amikor egy fölmért illető 120 kilóval azt mondja, hogy tényleg, hát itt akkor mozogni kell, itt úgy kell táplálkozni, és akkor vesz egy szobakerékpárt, és azzal nézi a tévét, és az adagokat kiporciózza, és fél év alatt lement 12 kiló, és fittemben érzi magát, és jobban érzi magát, de ezekhez szinte mindig ott kell egy mentálhigiénikus, de mindig ott kell lenni az illetőnek a fejébe, hogy már pedig én most váltani szeretnék. Állít magának egy célt, hogy mit szeretnék ezzel elérni, és akkor vissza tud nézni, hogy hú, ez sikerült elérni, akkor újabb céllal, újabb eredményeket lehet tud elérni. Az édességek tiltólistások. Arra oda kell figyelni, hogy ne legyen mindennapos az elcsábulás. A legjobb, ha az édesség iránti vágyunkat valamilyen egészségesebb alternatívával váltjuk ki. Én azt mondom, hogy ez a legjobb bűnözés, hogyha valamit megtalál az ember, hogy jé, szeretem a sárgarépát, akkor most a bűnözés az, hogy megeszem egy sárgarépát, és az is ugyanolyan finom tud lenni, mint megenni egy zacskó chipset. Én nem támogatom azt, hogy most néha-néha bűnözés belefér a rendszerbe. Kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozást kell folytatni, amiben ez is, az is belefér, de azért döntően legyen mindig szem előtt ott, hogy az egészséges az a sócsökkentett, az a zöldséggel tele, az a rosttal tele, a húsokban szegény, ott is a fehér húsokat előtérbe helyező étkezés. Az, hogy most hú, március van, április van, és akkor májusban nyitnak a standok, és addigra jól kell kinézni, aztán utána augusztusban beszállnak a standok, hú, jön a karácsony, akkor el lehet engedni, majd ez nagyon nem működik hosszú távon, tehát ez nem az életmódváltás. Az életmódváltás az év 365 napjában ott van. Ez hosszú távú és lassú változásokat fog eredményezni, de erre szokás azt mondani, hogy 60 kilóból 160 kiló sem egy hét alatt lett az ember, tehát ne egy hét alatt próbáljon meg lefogyni körülbelül, ugyanannyi, jó, egy kicsit rövidebb idő alatt vissza lehet menni, de tényleg a hetente egy kiló az már bőven a sok kategóriába tartozik. Az életmódváltásban az egyre karcsúsodó derékon túl az a jó, hogy mindeközben rengeteget tanulhatunk önmagunkról. Szép lassan, nem csupán kívülről, hanem belülről is érezni fogjuk saját magunkon a pozitív hatását.